Szombat délelőtt a verőfényes napsütésben igazi kora nyári időben vette kezdetét a 10. kecskeméti születésünnep. Több száz gyermek és szüleik gyülekeztek a híres agóra előtti Deák téren, hogy kis motorokkal, kerékpárokkal, rollerekkel, babakocsikkal átvonuljanak a városháza előtti térre. A színes menet élén a Grapevine tánciskola felelt a hangulatért. Kovács Dandi Csillát, a születésünnep főszervezőjét arról kérdeztük, honnan jött ez a kezdeményezés és mik a fő céljaik. 2015-ben indult Patik Rékának az ötletére, és az volt a cél, hogy a kecskeméti klubokat, köröket így összefogja és bemutassa a családoknak. Ez a 10 év alatt úgy kinőtte magát, hogy az egyhetes rendezvényből 2 hetes rendezvény lett, és a néhány programból gyakorlatilag több mint 60 ingyenes programot biztosítunk a családoknak. A születésünnepet indító színes felvonulás hamarosan a városháza elé ért, ahol a Grapevine tánciskola állatjelmezekbe bújt növendékei mutattak be látványos előadást, majd az országos flashmobhoz csatlakozva pontban 11 órakor a gyerkőcök a magasba emelkedtek. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület nevében Szappanos Benedek mondott anyák napi köszöntőt, majd virágültetéssel folytatódott a program. A Kossuth szobor lábánál 300 virág várt gazdára, hogy a névvel ellátott szívecske kíséretében meglelje helyét az előkészített ágyásokban. Az első virágot Szemereiné Pataki Klaudia polgármester ültette el kislányával. Látjuk azt, hogy teli van a főtér édesanyákkal, gyermekekkel, babakocsikkal, kismotoros kisfiúkkal, lányokkal, és hát láthatjuk, hogy itt az eredménye, hogy tényleg érdemes családban gondolkodni, tényleg érdemes a családokat támogatni. Ez a 10. alkalom, hogy ezt a virágültetést megszervezzük, és emlékszem, amikor még kis családi körben 10 évvel ezelőtt kezdtük el, 2015-ben, most pedig hatalmas létszám és hatalmas csapattá duzzadt a híres családmentor Egyesületnek a tevékenysége. Makai Marianna, az anyák napi virágültetés főszervezője elmondta, hogy a jelentkezések alapján egy nap alatt elfogyott a tervezett 200 virág, és további 100-at kellett rendelni, hogy minden igényt ki tudjanak elégíteni. Ennek az az üzenete, hogy ugye Kecskeméten élni jó, hiszen előtetik az édesanyák a gyermekekkel ugye virágot, és amikor jönnek a sétálnak a következő napokba az utcán, akkor meg tudják nézni, hogy melyik az ő virágjuk, mert a kis szívecskéken a gyerekeknek a neve van. A 10. születésünnepet május 4-e és 21-e között rendezik meg Kecskeméten. A fókuszban ezúttal is 3 téma lesz, a várandóság, a szülés és a kisgyermeknevelés 3 éves korig. Az idei születésünnep programjairól a híres.hu oldalon megjelent cikkünkben és a rendezvény honlapján tájékozódhatnak.